Az Alba Régia Műszaki Felsőoktatásért Alapítványa a kiberbiztonsági készségek és a kiber ellenálló képesség fejlesztésére nyerte el a Kindrill Alapítvány támogatását. Az egyetem alapítványa egyike annak a 7 országból származó 11 non-profit szervezetnek, amelyek a Kindrill Alapítvány első támogatási körében adományban részesülnek. A kiberbiztonság egy olyan hangsúlyos terület manapság, amivel minden vállalatnak és minden magánszemélynek foglalkoznia kell. Szeretnénk, hogyha az Óbudai Egyetemmel közös képzéseinkben ez különös hangsúlyt kapna, így az egyetem hallgatói és a Kindrill is tud majd arra a gyarapodott, képzett és előképzett munkaerőre támaszkodni, ami így létrejött majd a következő években. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának dékánja beszédében kiemelte, hogy a kiberbiztonság oktatása és tudatosítása az elsődlegesen megcélzott pályázati terület, amelyhez most 90 ezer dolláros támogatást nyert el az Alba Régia Műszaki Felsőoktatásért Alapítvány, az összeg pedig hozzájárul egy jól oktatható kiberbiztonsági tananyag összeállításához. Ez egy olyan plusz adalék a végzett mérnökeinknek, akik nem idézőjelben csak a hagyományos mérnökséget hallgatják, hanem ennek egyre intenzívebben olyan szeletét, ami, úgy mondják, up to date. Fontos, nagyon fontos és egyre fontosabb lesz. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott, hogy a Kindrillnek, amely korábban az IBM nevet viselte, nagyon sokat köszönhet Székesfehérvár és az ott dolgozók, az oktatás támogatása és a felsőoktatásban való részvétel pedig szintlépésnek nevezhető a cég részéről a várossal való széleskörű együttműködés kapcsán. Nagyon komoly összegű támogatásról van szó, de ami legalább ennyire fontos, hogy egy nagyon speciális, de egyre fontosabb kiberbiztonsággal összefüggő együttműködésnek a szakmai kezdete ez. Az pedig, hogy egy ilyen világversenyben az Óbudai Egyetem annak oktatói, azon belül itt Székesfehérvár pedig győzni tudott, és ezt a fajta elismerést is meg tudta kapni ezzel a támogatással együtt, az meg szerintem külön nagy megtiszteltetés. A polgármester hozzátette, hogy a pályázat sikere minden bizonnyal annak is köszönhet, hogy az egyetem folyamatosan fejlődik a képzési paletta és a duális képzések fejlesztésével, ezzel pedig évről évre egyre több hallgatót képes megszólítani.